Kritikus, önkritikus, konstruktív vitát folytattak a választási vereségről az MSZP választmányi ülésén. Ezt mondta Botka László a rendezvény utáni sajtótájékoztatón. Kétféle álláspont hatakozott. Az egyik szerint hagyni kell mindent úgy, ahogy van, csak aktivizálni kell az erőket. A másik oldal viszont a teljes megújulás mellett érvelt. Tisztújítás az eredeti terv szerint az októberi önkormányzati választás után lesz, Vidós Mihály összegzése. A választmányűlés után állunk rendelkezésre, akkor tudom elmondani, hogy mi történik a választmányűlésen. Konstruktív vitára számítok. Köszönöm szépen. Az összes választmányi ülésre érkező szocialista politikusnak első akadályként az újságírókon kell átjutnia a Jókai utcai székház felé menet. A választási vereség után szűk egy héttel már a bejáratnál látszik, hogy alapkérdésekben is vita lesz az MSZP választmányának választásértékelő ülésén. Higgadtan végig kell beszélni, nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémákat, hiszen a vidék azt üzente, hogy valamit elcsesztünk. Vasárnap este volt egy lélektani pillanat, amikor az elnökségnek fel kellett volna jelenni a lemondását, hiszen ők vezették a választást. Ha egy ilyen helyzetben a Magyarországon lévő mértékadó pártokon belül a tekintetben indulna el bármilyen fajta vita, hogy most akkor le kell mondani, nem kell lemondani, az széttörné az esélyeket. Az európai parlamenti választások előtt személyi változást nem támogatok. Olyan is van, aki nem akar válaszolni. Nekik Veres János korábbi pénzügyminiszter mutatja meg, hogyan kell áttörni a média gyűrűjét. Aztán 10 óra körül az utolsók is megérkeznek a 127 küldött és közel 100 meghívott közül. Ezekben a percekben kezdődik zárt ajtók mögött Mesterházi Attila választásokat értékelő megnyitó beszéde az MSZP választmányi ülésén. A pártelnök után a választmány tagjai mondják majd el észrevételeiket, kritikáikat a kampányról és az MSZP teljesítményéről. A pártvezetés komoly támadásokra számíthat, az előrehozott tisztújítás is szóba kerülhet ma. Egyben mindenki egyetértett, több órás kemény vitát várnak. Értelmezni és értékelni kell azt, hogy hol tartunk, nem pedig az a feladat, hogy minél több aktivistánk legyen az utcán, és csinálja ugyanazt, amit eddig. 4 órával később Braun Róbert, a választmány tagja a Hír 24-nek azt mondja, a vereség komolyan megosztotta a szocialistákat, szerinte heves, de konstruktív vita zajlott. Két nézet áll egymással szemben, az egyik az, hogy menjünk tovább és dolgozzunk, és majd utána foglalkozzunk az értékeléssel, a másik, hogy nézzünk szembe őszintén a helyzettel, elemezzünk, értékeljünk és vállaljuk a felelősséget. Én a másodikkal értek egyet. Kritikus, önkritikus, de konstruktív vitát folytatott az MSZP választmánya a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről. Aztán az 5 órásra sikerült választási értékelés után Botka László, a választmányelnöke és Mesterházi Attila jelentik be a mai ülés eredményeit és a kampány tanulságait. Tartalmi politika és a szervezetrendszer együttes átalakításáról kell döntenünk a következő időszakban. Erről szólt a vita, tehát mind a mellett, hogy konstruktív vita volt, a jövő felé tett lépések vitája is volt. Radikális változásra van szükség, és ezt a változást látni is fogják a választópolgárok és a támogatóink a következő időszakban. A választmány 9 szervezeti és 14 tartalmi hibával próbálja magyarázni a vereséget, de a pártelnökét nem kényszerítik idő előtti lemondásra, pedig Mesterházi elismeri, hogy a pártvezetőjeként egyértelmű a felelőssége a vereségben. Túlzottan pragmatikus, érzelmi azonosulása kevésbé adott lehetőséget az a program, amit megfogalmaztunk. Tehát ilyen értelemben a vonzó képessége is alacsonyabb volt ennek a programnak, miközben azt mindenki elismerte, hogy Magyarország valós problémáira adott valós válaszokat, de ez nem volt elég ahhoz, hogy kellő hatással bírjon ez a program. Mesterházi szerint a jövő egyik fő kérdése, hogy miként konfrontálódnak majd az eddiginél sokkal markánsabban a Jobbikkal. A tisztújítás viszont még jó sokáig várat magára az MSZP-nél. Az eredeti forgatókönyv szerint csak az európai parlamenti és az önkormányzati választások után leghamarabb november végén, december elején lehet új vezetése majd a szocialista pártnak. Vidós Mihály, Hír 24.